Üdvözlök mindenkit! Ez itt a 20. század intézet Félmúlt című beszélgetés sorozatának első adása. Az első néhány alkalommal egy-egy történelmi témát feldolgozó közelmúltban bemutatott sorozat adja majd a beszélgetéseink kiinduló pontját. A mai alkalommal ez a Mrs. America című, az 1970-es évek Amerikájában játszódó, a nőmozgalom történetét bemutató sorozat lesz. Előre szólnék mindenkinek, hogy az is, aki eddig nem látta ezt a sorozatot, teljes mértékben élvezni tudja majd a beszélgetést reményeink szerint. A beszélgető partnereim a mai műsor alkalmával Schmidt Mária történész, egyetemi tanár, a Terrorháza Múzeum és a 20. század intézet főigazgatója, Bogyai Katalin diplomata, hazánk korábbi ENSZ és UNESCO nagykövete, illetve Zoomon keresztül van velünk Bollobás Enikő irodalomtörténész, amerikanista, egyetemi tanár, és hát nem mellesleg a hazai feminista mozgalomnak az egyik meghatározó alakja is, úgyhogy erre mindenképpen majd visszatérünk a beszélgetésünk során. Mielőtt elkezdenénk, néhány szóban összefoglalom, hogy miről is szól a sorozat, mi az, amit feldolgoz a sorozat néhány részében. Alapvetően a főszereplője Phyllis Schlafly, aki eredetileg biztonságpolitikai, illetve nukleáris fegyverkezési kérdések iránt érdeklődött, ezekben a témákban írt könyvet, és nagyon erőteljes politikai ambíciói voltak, republikánus elkötelezettségű hölgyről beszélünk, azonban felismerte, hogy ezekben a témákban ő nőként nem fog tudni előre jutni, és ezért egy antifeminista mozgalmat indított meg, amelynek a fő célja az volt, hogy a férfiak és a nők egyenlő jogait rögzítő alkotmány kiegészítésnek a jóváhagyását és életbe lépését akadályozza meg. Ez a kísérlete sikeres is lett, hiszen az angolul Equal Rights Amendmentnek nevezett alkotmánykiegészítés nem lépett életbe, de a sorozat az ő küzdelmén és harcán kívül ezzel párhuzamosan bemutatja az amerikai feminista mozgalom második hullámának a legmeghatározóbb szereplőit is. Kibontakozik előttünk, hogy milyen belső konfliktusok, milyen stratégiai kérdések merültek fel a 70-es években a feminista mozgalom előtt az Egyesült Államokban. Ennél a rövid összefoglalónál a sorozat hangulatát azt hiszem jobban fogja visszaadni, hogyha megnézzük a sorozat trailerét. I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement. Who the hell is Phyllis Schlafly? We need to get the word out quickly. We want the right to be a mother, the right to be a wife. The liberals want to create a sex-neutral, feminist, totalitarian nightmare. Do you know what you're saying has no basis in fact? Our movement is about fighting the oppression of all women. We do not want housewives thinking that we are against them. We are against them. Revolutions are messy. How long are we supposed to wait? How much time do we give people to adapt to change? Or am I the only one who's so fucking tired of waiting? Rögtön az első kérdésem az lenne önökhöz, hogy mi volt az, ami a leginkább megragadta önöket a sorozatban? Mi volt az a sorozatban felvetett kérdéskör vagy problémakör, ami a leginkább elgondolkoztatta önöket? Mária? Én nem tudtam levenni a szemem erről a sorozatról, mert engem annyira megdöbbentett. Végül is akkor én már azért felnőtt voltam, és eléggé érdeklődő a világ dolgai iránt, de én nekem fogalmam nem volt akkoriban, hogy az amerikai nőknek milyen emancipációs küzdelmei vannak, és azok a jogok, amikkel mi mind rendelkeztünk akkor már, és a számunkra természetes volt, hogy azok érő nekik a 70-es évekbe kellett elkezdeni harcolni. És azt se értettem, hogy a kommunista propaganda miért nem emelte ki ezt akkoriban, hogy nem tudatosította bennünk. Tehát az én számomra ez a sorozat egy ilyen aha élményt adott. Katalin? Nekem azért volt nagyon érdekes, mert ugye az elmúlt 6 évben New Yorkban, Amerikában éltem, és ez a
kettéosztott gondolkodás a nők között Amerikában, ez a mai napig megvan. Tehát nekem azért volt nagyon izgalmas visszanézni, mert a szereplők közül mondjuk Gloria Steinemet ismerem, dolgoztam vele, ő tényleg egy ikonikus figura, és a nők elleni szexuális erőszak, modernkori rabszolgaság témájában nagyon sokat voltunk közös platformon. És látni azt, hogy ugyanakkor egyik nap érkezett egy delegáció a republikánus, a másik nap a demokrata párti nőszervezetektől, vagy pedig a megosztott civil társadalom, NGO világa éppen így érezhető ma is, és azok a mozgalmak, azok a mondatok, azok a felütések, amelyeket a filmből hallottunk az abortusszal kapcsolatban, amiről ma úgy beszélünk, hogy az én testem, az én jogom, vagy a pro-life, tehát az életmentő mozgalom, amit már akkor hallottunk, a mai napig ugyanezt halljuk. Tehát ezt csak azért akarom mondani, hogy nem olyan természetes Amerikában, hogy mindez, ami számunkra egyébként valóban természetes volt, mondjuk mi máshonnan jöttünk, nekünk nem is volt kérdés, hogy dolgozunk vagy nem dolgozunk, mert hogyha nem dolgoztunk volna, akkor elvitt volna a rendőrség. Tehát én emlékszem, nekünk az volt a kérdés, hogy mi lesz velünk, ha nem kapunk állást. És hogyha ma megnézem Amerikában a republikánus és demokrata képviselő nőket, és megint két nagyon ikonikus nevet mondok, én sokat dolgoztam Nikki Haley-vel, aki ma a republikánus konzervatív amerikai nőmozgalomnak egy ikonja, ugyanúgy Samantha Powerrel, aki pedig a demokrata liberális nőmozgalom egy ikonja, akkor gyakorlatilag ezeket a megosztottságokat, kérdéseket és gondolatokat a mai napig megtalálom az amerikai társadalomban. Tehát ez azért egy olyan hosszú történet, amit ne felejtsük el, hogy azért én nem vagyok történész, de olvasmányom alapján 1848-ban éppen New Yorkban mentek ki először a nők az utcára, mert nem szólalhattak meg például a rabszolgatartás eltörlése kapcsán. Tehát, hogy az amerikaiak utcára mennek, felvonulnak. A nőjogi mozgalmaknak ez egy nagyon fontos velejárója, gondolom erről fogunk még beszélni. És nekünk elképzelhetetlen volt, hogy mi azért megyünk egyetemre, hogy férjet fogjunk. Ott pedig azért mentek egyetemre a nők, elmentek a college-ba, hogy férjet fogjanak. Teljesen más mentalitás, teljesen máshonnan indultak, mi is máshonnan indultunk, de ez a megosztottság a mai napig nagyon erőteljesen ott van. Enikő? Nekem azért volt nagyon érdekes, és köszönöm, hogy ezt az ötletet kaptam, mert különben lehet, hogy nem nézem meg, vagy nem néztem volna meg most. Azért, mert feltesz egy néhány olyan kérdést, amelyre még mindig nehéz választ adni. Az egyik az, hogy miért volt szükség az Equal Rights Amendmentre, az egyenlő jogok törvény alkotmánymódosítására, amikor 1864-ben a 14. alkotmánymódosítási cikkely kimondta a férfiak és a nők törvény előtti védelmének egyenlőségét. Equal protection under the law. Úgyhogy majdnem 100 évvel később miért volt erre még mindig szükség? Szerintem az egész visszamegy a Coverture intézményére. A napóleoni hagyomány rögzült az amerikai jogrendben, miszerint a nő nem jogi entitás. Olyan szempontból, hogy abban a pillanatban, hogyha házasságot kötött, a vagyona a fölött a férje rendelkezett. Nem volt bíróságra citálható, ő nem perelhetett, és őt nem perelték, és a teste fölött sem rendelkezett. Lényegében ez a coverture, a jogfedésnek a három fontos eleme. És a coverture intézményét soha nem törölték sehol. Természetesen az 1864-es 14. alkotmánymódosítási cikkely felülírta, de mégis tovább élt számos kis területen. És erre jöttek rá a nők a 70-es években, és ezért kellett annyi ügyet a legfelsőbb bíróságig elvinni, mégpedig ugye az egyik leghíresebb női
ügyvéd, aki azután legfelsőbbírósági bíró lett, Ruth Bader Ginsburg vitte el ezeket. Például esküdtek nem lehettek nők. 1973-ig, amikor Ruth Bader Ginsburg nem nyerte meg a legfelsőbb bíróságon a pert. Gyerektartást nem kaphatott férfi, kizárólag nő, férfi után. De nő után férfi nem kaphatott, aminek a katonaságnál volt jelentősége. Tehát, hogyha a koreai háborúban szolgált egy titkárnő, az ő férje otthon nem kapott gyerektartást, vagy bármiféle családi támogatást. A másik pedig, amire nem igazán tudom a választ, csak néhány lehetőséget sejtek, hogy miért vannak nők, akik nem fogadják el az egyenlő jogokat. Miért gondolkoznak nők úgy, hogy ők nem akarnak egyenlőek lenni a férfiakkal? Ezt nehéz felfognom. Nekem az is tetszett nagyon a filmben, hogy a két tábort, hogy mind a kettőben kiemeli a rokon szenvesen. Tehát nem ítéli el az egyiket, vagy nem hozza előtérbe a másikat. Ugyanakkor nekem mégis nagyon tetszik a polgárjogi nőmozgalom mozgalmárokban az, hogy ők kétpártiak akarnak lenni, és azok is voltak. Hiszen az ERA azért került 35 államban elfogadásra, mert mind a két párt támogatta. És régen azért nem adott az utolsó epizód végén Phillipsnek állást, amiben nagyon reménykedett, azt hitte, hogy ez nagykövet lesz, azért nem adott neki állást, mert neki szüksége van azokra a republikánus támogatókra, akik az ERA mellett kiálltak. Tehát, vagy pedig a NOW, ugye a National Organization of Women, a nők nemzetközi szervezete, az is két párti volt. Tehát én nekem az nagyon fontos ebben a 60-as évekből indult 70-es évekbeli nőmozgalomban, hogy ők igyekeztek szélesre nyitni az ajtaikat, kapuikat, és igyekeztek megnyerni republikánus nőket és támogatókat is, mint ahogy ezt láttuk a filmben is. Több olyan dolgot is említettek, amire majd a későbbiekben még visszatérnénk, de először próbáljuk meg kontextusba helyezni itt mindkét oldalnál, hogy a 70-es évek mégis mit jelentett akár a nőmozgalom történetében, akár pedig, hogy mit jelentett a Schlafly-féle antifeminista mozgalom itt az amerikai politikai élet átalakulásában. Gondolok itt arra, hogy a sorozatban is elhangzik Betty Friedan szájából, aki a 60-as években írt egy igazán fundamentálisan fontos és szemléletváltást hozó könyvet a nők szerepéről és helyzetéről, hogy a 70-es évekre a radikális lett a mainstream. Tehát ez mit jelent a feminista mozgalomra vonatkoztatva, és a másik oldalon pedig, amire már professzor asszony utalt, hogy hogyan alakul át a amerikai politikai élet. A 70-es évek elején azt látjuk még, ahogy ez már említésre került, hogy két párti támogatottsága van az alkotmánykiegészítésnek is, vagy az abortusz kérdésben sem feltétlenül a pártpolitikai hovatartozás az, ami a véleményeket meghatározza. A 80-as évekre, és hát mindmáig, pedig ezek a legélesebb politikai törésvonalak lesznek, amik újra és újra felélednek, és ma is aktuális kérdések, akár az abortusznak a legalizálása, akár pedig az Equal Rights Amendment, ennek az újraélesztése is többször felmerült már. Főigazgató asszony? Itt alapvetően két különböző fejlődési modellről van szó, hiszen a nőmozgalmak egészen a II. Világháború végéig valójában mindenhol ugyanazokat a célokat tűzték ki, és ezeket a célokat el is érték, elsősorban ugye a 19. század végétől a választójognak a megszerzése volt a legfontosabb, ami aztán szépen lassan, hát nem mindenhol a világon, de mondjuk a nyugati világban az első világháború utáni időszakban szinte mindenhol bevezetésre került. Ami azonban egy teljesen más pályára állította a
kommunista rendszerbe kényszerített országokat és az amerikai modellben működő országokat, az az volt, hogy nálunk kötelezővé tették az emancipációt, erre már egyébként történt utalás, tehát egyszerűen ugye a háború után újraépíteni kellett az országot, munkaerőhiány volt, tőkehiány volt, és a legegyszerűbb megoldás az volt, hogyha a nőket bekényszerítették a munka világába, ez egyébként a nehéz fizikai munkákra is vonatkozott. És mindenkinek munkavállalónak kellett lenni, és ezt nagyban nyomatékosította az is, ami egyébként a mai napig így van, hogy az egykeresős család modell nem működött többé, tehát a férfi nem keresett már annyit, hogy nélkülözni lehetett volna a feleségnek a fizetését. Ez a mai napig így van nálunk. Na most ez azt jelenti, hogy nálunk mindazok a kérdések, amikről most beszéltünk, és ez a film szól, és a 70-es évek, a 80-as évek, és a mai napig meghatározó kérdés az például, hogy legyen-e legális abortusz, vagy ne legyen, hol kezdődik az élet. Mi ezt mind túl voltunk az 50-es években, mert már volt egy abortusz tilalom a Ratkó korszakban, amiből a politika nálunk megtanulta egyszer és mindenkor, hogy ezzel nem kell foglalkoznia, e felé az irány felé ne lépjen el többet. És egyébként a számunkra az volt a természetes, hogy hármas szerepet kellett megoldani minden nőnek. Kellett a munkavilágába helytállni, a családban, mint anyának és feleségnek, és mind nőnek, mint vonzó nőnek. Tehát ennek a háromnak együtt kellett meglennie. Na most ez egy nagyon nehéz időszak volt, nagyon nehéz dolog volt, de már ebben nőttünk fel, már harmadik, negyedik generáció, számunkra ez teljesen egyértelmű. Most Amerikában, ahogy ebből a filmből is kiderül, egy teljesen más modell volt, mert ott a második világháború után a nőket visszaküldték a családi fészekbe, a konyhába, háziasszonynak, anyának, feleségnek, és ahogy szintén elhangzott, a legfontosabb feladatuk az volt, hogy elmenjenek a college-ba, valamit tanulgassanak, fogjanak férjet, hazamenjenek és családanyák legyenek. És amikor a 68-ban megváltozott minden Nyugat-Európában, mert ugye jöttek a 68-as diákmozgalmak, és egy teljesen új kultúra kezdett ott kibontakozni, és egy teljesen forradalmi kultúra, akkor kiderült, a nők ebből is ki vannak hagyva. És azért esik a 68 utáni időszakra ennek az amerikai feminista mozgalomnak is a beindulása, mert a 68 is egy macsó mozgalom volt, abban se voltak női témák, tehát kénytelenek voltak azt mondani, hogy na most már aztán mi is megszervezzük magunkat, és elkezdünk ebbe az egyenjogúsítás kérdésbe aktívak lenni, és ebben dolgozni. És ez a kérdés, ahogy szintén említést, tehát ez nem egy republikánus, meg egy demokrata kérdés, ez minden nőt érintő kérdés. Még egy mondatot hozzáteszek, amikor azt mondom, hogy minden nő nem igaz. Minden középosztálybeli nő. Mert egyébként a szegényebb rétegekben ott mindig is kellett dolgozni a nőknek, ott soha nem működött ez az egykeresős modell. De Amerikában egyébként a 70-es évek végéig, és Nyugat-Európában is sok helyen, az egykeresős családmodell még működött. Nagykövet asszony. Én a döntés jogáról szeretnék itt egy kicsit beszélni, mert úgy érzem, hogy a filmben is, és ahogy tapasztaltam a mai nőjogi mozgalmakban is, és a 70-es, 80-as években is, igazából ez volt a kérdés, hogy a nők dönthetnek-e arról, hogy milyen életet akarnak, mikor akarnak megszólalni, miről akarnak megszólalni, milyen biztonságot tudnak a saját életükben maguk körül, és ez a megszólalási lehetőség hiánya, vagy a döntés hiánya volt az, ami a leginkább érezhető a 70-es években. Tehát amikor eljutottak egy olyan pontra, hogy érzékelték, hogy még mindig nem ők azok, akik döntenek arról. És amit mondtam, hogy a mai napig ezek a szlogenek, ezek a mondatok, ezek a foszlányok különböző köntösben ugyanúgy jelen vannak, hogy én döntsek arról, hogy
az, mondjuk a testemmel mit csinálok, én döntsek arról, hogy dolgozni akarok, vagy nem, én döntsek arról, hogy gyermeket vállalok, de akkor kapjak ehhez lehetőséget. És megint egy magyar fejjel ezt azért nehéz megérteni, mert nálunk ezek a biztonsági hálók, ezek léteznek. Tehát ma itthon eldönthetem, hogy gyereket szeretnék, ki segít nekem a nevelésben. Amerikában azt szokták mondani, hogy ha nekem sok nagykövet kollégám éppen szült egy gyereket, és nagyon nehezen talált olyan intézményt, amit nálunk bölcsödének hívnak, és azt mondta, hogy többe kerül, mint egy egyetemi oktatás. Tehát, hogy ez nem csak attól függ, hogy a nő mit akar, és hogy hogyan szeretné élni az életét, hanem az is, hogy milyen környezetben van, milyen a politikai környezet, milyen ez a szociális háló. És azért kellett bizonyos értelemben megszólalniuk, mert a saját maguk életéről akartak dönteni, ugyanakkor, ha úgy tetszik, fel akarták lármázni az országot, a világot, a politikusokat, hogy tessék már azon elgondolkodni, hogy ha én még akarnám is, akkor sem tudnám, mert a körülmények ezt nem teszik lehetővé. És az amerikai nőjogi mozgalmak harcosak. Tehát ezek harcos mozgalmak, ezek a nők harcosan szólalnak meg, elkötelezetten szólalnak meg. A mai napig többször voltam szemtanúja ezeknek a felvonulásoknak, mert nagyon sok olyan tényező van az életükben, amely még mindig nem teszi lehetővé, hogy a tehetségüknek, a tudásuknak, a lehetőségeiknek, amit magukban éreznek, megfelelően tudnának az életükről gondolkodni. Tehát mi bátran merünk gyermeket szülni, gyermeket nevelni, nagyszülővé válni, és így tovább. Az ott egy óriási döntés, hogy ezt valaki bevállalja-e, mert utána, hogyha két hetet vagy egy hónapot tölthet otthon, akkor utána ez, tehát ezek nagyon komoly dilemmák, és ehhez nem kapják meg a megfelelő támogatást. Én folyamatként élem meg ezt az egész nőjogi mozgalmat, nem gondolom, hogy ennek vége van. Nem véletlen, hogy ez a MeToo mozgalom idején borzasztóan felerősödött, előjöttek az eredeti konfliktusok, kérdések, és egyébként a legerősebben szólította meg a MeToo mozgalom most, azt mondom, az elmúlt 10 évben a nőket, mert ez meg egy olyan mozgalommá vált, amihez mindenki hozzá tud szólni, amit mindenki át tud élni, és ami egy amerikai mozgalmat teljesen nemzetközivé tett. Mert most egy kicsikét arról nem beszéltünk, hogy a nemzetközi nőmozgalmak hogyan hatottak az amerikai mozgalmakra, mert Izlandban, meg Írországban, és így tovább, ott is ugyanúgy kimentek a 1900-as évek elején a nők az utcára, és hallatták a szavukat, és felszólaltak. Tehát biztos, hogy ez is kölcsönhatásban van, és ugyanúgy az amerikai nőjogi mozgalmak pedig hatnak a világ más pontjaira is. Professzor asszony? Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy maga a film nagyon érdekes válaszokat ad ezekre a kérdésekre. Hogyha megnézzük a konzervatív társaságot, tehát Phyllis Schlafly körét, akkor sorra látjuk, hogy valamilyen baja mindenkinek van. Vagy nem meri elmondani a férjének, hogy elhagyta az államot, mert az ő engedélye nélkül nem hagyhatta volna el, vagy nem engedi a férje, hogy dolgozzon. Ugyanakkor ugye Bella Abzu mutat rá egy nagyon helyes jópofa jelenetben arra, amikor végigkérdezi őket, hogy mit csinálnak, mire tanította meg őket a mesterük. Bella Abzu ugye ő a liberális oldalnak a hangadója, és akkor kiderül, hogy megtanította őket sajtónyilatkozatokat írni, lobbizni, hírleveleket írni, stb. És azt mondja Bella Abzug, hogy gratulálok, akkor ti dolgozó lányok vagytok. Tehát, hogy nagyon hamis ez a dolog azoknak a részéről, azoknak a republikánus érzelmű vagy konzervatív nőknek az a részéről, akik azt hiszik, hogy ők kizárólag háziasszonyok. Phyllis Schlafly nem háziasszony. Ő neki van cselédje, aki egyébként afroamerikai, akivel elég furcsán bánik, amit néha el is szégyel.
a férje eltartja, ugyanakkor egy óriási tímnek, csoportnak ad munkát, a nagyházuk melletti kisházban, ott van az ő irodája, és ott dolgozik 6-8 nő egyszerre. Tehát ez egy hamis kép, hogy a konzervatív nő kizárólag otthon marad, nem, ők is dolgoznak, és azután a film vége felé ugye látjuk, hogy Alice is elment munkát vállalni, stb. És a többiek is, vagy pedig nagyon nyomorultak, tehát nem boldogok. És ehhez kapcsolódik Betty Friedannek a 63-as könyve, a Feminine Mystique, amelyet mondjuk a nagy mitosz a női nemről címmel lehetne fordítani, amelyik arról szól, hogy ő igen, a középosztálybeli, fehér középosztálybeli nők között végzett egy óriási 30 000-es talán felmérést. Kiderült, hogy ennek a nemzedéknek nagyon sok a baja. Fizikai, pszichoszomatikus, pszichés bajaik vannak, és kiderült, hogy hogy nagyon valószínűleg az a bajuk, hogy a képességeiket nem tudják kibontakoztatni. Tehát ugye van egy ilyen híres szép mondat Betty Friedan könyvében, hogy az a nő, aki megtanult Shakespeare szonettet elemezni, és gyönyörű szemináriumi dolgozatot írt Shakespeare szonettjeiről, most már csak a bevásárló listát írja. És ez azért nagyon megfelel a keresztény gondolkodásnak is, hiszen olvassuk Máténál a talentumok példabeszédét. Igaz, hogy ott a gazda a szolgáknak adja a talentumokat, hogy kamatoztassák őket, de hát én ezt azért mindig általános érvényüként olvastam, mint amelyik nőkre is vonatkozik. És az a nő, akinek a talentumai nincsenek kibontakoztatva, az nem boldog nő. Szeretnék hozzátenni, amiről nem beszéltünk, tehát a 70-es évektől van fogamzásgátló tabletta. Tehát az, hogy az amerikai nők is elkezdtek azzal foglalkozni, hogy nekik testük van, és ők döntésképesek, mondjuk a terhesség megszakítás, vagy a gyerekvállalás kérdésében, az azzal függ össze, hogy a fogamzásgátló tabletták révén a reprodukció, vagyis a gyerek áldásnak az előkészítése és a szexuális öröm, az elvált egymástól. És ez egy őrületesen jelentős dolog. Tehát egyrészt van a fogamzásgátló tabletta, másrészt van az, hogy 68-ban jelentkezik egy nemzedék, amelyik férfi témákkal jön elő, a nőket megint nem engedi oda, és azon kívül ne felejtsük el, hogy van egy szovjet modell, amivel ők állandóan összemérik magukat. Tehát ott már az űrbe kilövik a Tyereskovát. Tehát a szovjeteknél teljesen természetes, hogy a nők egyenrangúak, mindenféle pozíciót betölthetnek, mindenhol ott vannak, ezek a kérdések egyáltalán nem szerepelnek, és bizony a nyugati amerikai modellben, Amerikában és Nyugat-Európában élő nők is egyre inkább látják ezt, és egyre inkább szeretnék ezt a továbbra is a konyhába visszanyomott szerepüket befejezni, és kijönni onnan. És ez így van a 70-es években még. Hát a 70-es évek közepén, ezt azért mondom, mert ezt nem lehet elégszer ismételni, tehát egy nyugat-német nő csak akkor vállalhatott munkát, ha a férje írásbeli engedélyt adott hozzá. Hát mondjuk Magyarországon nem is értette volna meg senki az én korosztályomban, hogy miről beszélnek. Mert már a dédmama is azt csinálta, amit akart. Tehát azt akarom mondani, hogy nagyon nagy a lemaradás, és amire utalt, majd érdemes lenne erről a MeToo-ról is, meg mindenről külön beszélni, csak az a furcsa ma az én számomra, hogy azok Amerikában, akik egy teljesen félbeszakított emancipációs folyamatba vettek részt, mert az amerikai nőknek az emancipációs folyamata megtört a II. Világháború után, és még mindig dolgoznak azon, hogy behozzák azt, ahol mi már vagyunk, azok veszik maguknak a fáradtságot, azt ide jönnek, azt előadást tartanak nekünk arról, hogy kell a nőknek, meg a férfiaknak, meg hogy kell emancipált nőnek lenni, amit nem is értek, hogy honnan veszik a bátorságot.
Akkor, hogy a vitát egy kicsit felélénkítsük még ennél tovább is. Az lenne a kérdésem, hogy azért azt látjuk, és ezért is adtuk a rendezvényünknek azt a címet, hogy a nők évszázada, hogy a 20. század során, ha bár manapság nagyon sokat beszélünk, főleg, hogyha nők helyzetéről, akkor a kihívásokról, a problémákról, de kicsit, mintha hajlamosak lennénk elfelejteni, hogy a 20. század során történelmi távlatokban nézve rekordidő alatt elképesztő sikereket ért el a nőmozgalom. És hogyha a jogi szempontból nézzük, akkor az eredeti célkitűzéseit teljes mértékben be is teljesítette. Tehát megnyerte ezt a meccset a feminizmus önök szerint? Katalin itt már erre utalt az saját álláspontjára. Mária ebben? Hát szerintem abszolút. Ez a 20. század a nők évszázada. Mindent elértünk, amit valaha is akartak a nők. Szerintem abszolút győztesek vagyunk. Én úgy érzem, hogy talán a 21. század lesz a nők évszázada, mert mi most beszélünk az Amerikai Egyesült Államokról, beszélünk Magyarországról, Európáról, de itt szeretném behozni a globális gondolkodást, mert amivel én a magam részéről a legtöbbet foglalkoztam, az a világnak azon pontjain élő nők problémája, akik ma még nem ott tartanak sem, ahol az európaiak, sem, ahol az amerikaiak. Tehát én szerintem talán a 21. században érhetjük el azt, hogy a világ minden pontján élő nő szabad lehet, jogokkal rendelkezhet, kiteljesedhet, biztonságban érezheti magát, és így tovább tudjuk, hogy oktatás és itt milyen kérdések vannak a nők helyzetbehozásával, megerősítésével kapcsolatban, mert ma még ezek nagyon élő problémák a világ nagyon sok pontján. Teljesen személyes élmények. Jártam olyan parlamentben, ahol én voltam az egyedüli nő, és amikor megkérdeztem, hogy és hol vannak itt a nők, akkor mondták, hogy ott. Mondom, hol ott? Hát ott a folyosó végén, ott titkárnőként esetleg gépelnek. Tehát, hogy ezek nem mondva csinált problémák, ezek élő problémák. És voltam olyan szegény negyedekben és nyomor negyedekben Afrikában, ahol óriási bátorság kellett ahhoz, hogy a fiatal lányok, vagy a nők, vagy a szoptató mamák eljöjjenek mondjuk azokra a kurzusokra, amiket akkor UNESCO színekben voltam ott, szerveztünk nekük, hogy ne csak, hogy megtanuljanak írni, olvasni, de úgynevezett kompetenciákat, varni, valamit, amivel tudnak pénzt keresni, amivel hozzá tudnak járulni a család fejlődéséhez, fenntartásához, és ezáltal saját maguk is meg tudnak erősödni. Tehát ezek a kérdések, amikről itt most mi beszélünk természetesen a film kapcsán, elsősorban a nyugati világban, ezek a kérdések nagyon égető kérdések a világ nagyon sok pontján, és én azért hiszem, hogy számomra a nagy morális kérdés tényleg ez lesz ebben a században, hogy képesek leszünk-e azt mondani, hogy a nők bárhol élnek a világban, nem kell olyan kihívásokkal szembenézni, hogy a nemi szervük megcsonkítása, miután a kultúrájuk része, az ellen nem szólalhatnak föl. És ezek olyan kérdések, amelyek nem csak Afrikában, Ázsiában, de azon családokban is föllelhető, akik elhagyták az otthonukat, és ma a fejlett nyugaton élnek. Tehát sok olyan kérdés van, ami a női jogokkal kapcsolatos, és ahol még nagyon sokat tennivaló véleményem szerint. Ha már ezt említette, akkor az érdekelne, hogy az ENSZ-en belül mennyire okoz ez konfliktust, vagy mennyire lehet egy közös platformot megtalálni úgy, hogy azért a nyugati feminista diskurzus középpontjában döntően olyan témák vannak, amik a fejlett világ középosztálybeli nőinek a mindennapjaira reflektálnak így vagy úgy, és ehhez képest, amit említett is, hogy a fejlődő világ jó részében azért messze nem ezek a kérdések, amik felmerülnek. Tehát ez mennyiben okoz problémát? Itt a kiinduló pont az, hogy ugye az ENSZ alapokmányban olvasható, hogy nőknek, férfiaknak egyforma jogaik vannak. Ez nagyon fontos, ez benne van az alapokmányban. 1946-ban pedig létrejön az a bizonyos nőkről szóló, a nők életéről szóló bizottság,
amely minden évben márciusban ülésezik az ENSZ-ben, kivétel, hogyha Covid van, mert akkor virtuálisan ülésezik. És ennek az a lényege, hogy ugye miután ez egy kormányközi bizottság, hiszen az ENSZ egy kormányközi szervezet, a világ minden pontjáról prizmaként bejönnek az információk. Egyrészt a döntéshozók, a politikai vezetők megszólalnak arról, hogy a saját országokban mi a helyzet, meghallgatják, diskurzusba kerülnek a világ más pontján élő országok problémáival vagy sikereivel, tehát egy tanulási folyamat is, de ez gyakorlatilag, azt szoktuk mondani, a második éves közgyűlés erejű találkozó, mert nem csak a kormányok képviselői vesznek részt, hanem a civil mozgalmak, a különböző nőjogi szervezetek szintén ott vannak. Tehát ez egy folyamatot jelent, és ebben a deklarációban, amit minden évben hozunk, ez alatt a konferencia alatt fogalmazódnak meg azok a kihívások, amelyek egyrészt mindenhol tetten érhetőek, és amelyek legfrissebben megfogalmazottak a fenntartható fejlődési keretrendszerben, amelyben van egy külön pont, az ötös pont, ami kimondottan a nők és a leánygyermekeknek a jogaival, lehetőségeivel, fejlődésével, fejlesztésével foglalkozik. Ugyanakkor azt szoktuk mondani, hogy az egész keretrendszer minden pontja külön kitér a nőkre, mert nem lehet nem gondolni azokra a nőkre, akiknek az élete arról szól, hogy egy napon keresztül vízér mennek, hogy a családnak vize legyen. Tehát ami mindaz a vízhez tartozó kihívás, megint csak a nőknek egy nagyon fontos. Vagy nem lehet elfelejteni azt, hogy hány nő nincs iskolában, hogy a leánygyerekek miért nincsenek iskolában. Vagy a másik keretrendszer, ami a biztonsággal foglalkozik, nem lehet elfelejteni azt, hogy szexuális rabszolgaság milyen módon érvényesül ma a világ nagyon sok pontján. Egyébként az természetesen nem csak a fejlődő világban, sőt. Tehát az ENSZ-nek az egész gondolkodásmódját áthatja végig a nőkhöz kapcsolódó jogok, lehetőségek megfogalmazása, különböző állomások, különböző etapok vannak, és az ENSZ életéhez tartozik az is, hogy 10 éve létrejött az ENSZ-nek a kimondottan női jogokkal és a leány és női jogokkal foglalkozó szervezete, a UN Women. Ennek voltam én alelnöke 19-ben, és ebben a minőségben nagyon sok olyan országban jártam, ahol még véletlenül sem lehet azt mondani, hogy a nőknek a jogai rendben vannak. Ahol természetes az, hogy megtámadják őket, kihasználják őket, ahol nem tudnak elmenekülni. Tehát az ENSZ-nek igazából, mint minden témában a feladata az, hogy ne csak egy földrészre vagy egy országra fókuszáljon, hanem valóban foglalkozzon a világban megjelenő problémákkal, és ehhez vannak azok a szervezetek, mondjuk mint az UNESCO, ahol az oktatással külön foglalkozunk, és a nők és a gyermekek oktatásával kiemelkedően foglalkozunk. Vagy van a WHO, ami kiemelten is odafigyel most például, hogy a Covid kapcsán a nőknek milyen plusz kihívásai, terhelései vannak, és milyen módon szorul egyébként vissza egy csomó olyan jog, amit már kivívtak. Az eredeti kérdéshez térnék vissza, Enikő, megnyerte a meccset a feminizmus a 20. században? Ön mit gondol? Jogilag megnyerte, de a társadalom szövetének a hajszálereiben folyamatos a diszkrimináció, jelen van. Én az egyetemi és tudományos világot ismerem jobban, és ott teljesen egyértelmű az a foglalkoztatási piramis, amelyik egyébként az egész társadalomban jelen van. Az alsó szinten mindig többen vannak a nők, a felső szinteken egyre kevesebben. Az egyetemi struktúrákban így van, a tudományos struktúrákban, a konferenciákon, a bizottságokban, nagyon kevés a nő a STEM területeken. Tehát a kemény tudományok területén, a technológia, a mérnöki tudományok, a matematika területén. Ez is ugye egyfajta hierarchiát tükröz a tudományokon belül, és nagyon úgy tűnik, hogy a
sokak szemében magasabb szinten levő tudományterületeken ott vannak kevesebben a nők. Tehát én nagyon, nagyon sok teendőt látok még a 21. században a feministák számára. Körülbelül ugyanolyan hangyaszorgalommal, mint Ruth Bader Ginsburg, ahogyan megnyerte egyenként ezeket a legfelsőbb bírósági pereket, de ezeket egyenként kell nekünk rendbe tenni, és igyekezni kell azon, hogy itt változások történjenek. Szabad csak itt, mert most már másodszor elhangzott ennek a fantasztikus amerikai bírónőnek a neve, elmondani, hogy azért az kultikussá vált, amit ő mondott, hogy a nőnek hol a helye. A nőnek ott a helye, ahol döntéseket hoznak. Ez ma még nem így van a világ minden pontján. Tehát én ezért mondom, hogy akkor lesz, vagy mondhatjuk azt, hogy sikeres a feminizmus, én úgy gondolom, hogyha valóban a világ olyan pontjain is döntéseket hozhatnak a nők, és részt vehetnek ezekben a döntésekben, és akkor nem is beszéltem arról, hogy a béketárgyalásokban, a folyamatokban még mindig nagyon kevés részvétel van, és sokkal jobban hozzá tudnánk járulni ezekhez a folyamatokhoz, és ez persze kulturális, politikai, tradicionális kérdés, oktatási kérdés, tehát hosszú folyamat, de azt látom, hogy Afrikában óriási módon indul meg ez a fejlődés, a nőkkel kapcsolatos kérdésekben ez érezhető, és hogyha ez fellendül, akkor ez nagyon sokat fog jelenteni. És még egy kérdés, amit föltett Dóri, hogy mennyire lehet összhangba hozni a különböző világok, különböző módon élő nőinek a problémáit. Az is nagyon jelentős, hogy gyakorlatilag ezek a deklarációk, ezek úgy születnek, hogy ezekhez az országok hozzájárulnak, vagy nem járulnak hozzá. Tehát amikor megállapodnak az ENSZ-ben a tagországok valamiben, akkor valamilyen módon arról döntenek, hogy ezekben meg tudnak állapodni, és fölkerül a falra az a sor, amiben meg nem tudnak megállapodni. Tehát azért ez nagyon szépen nyomon követhető egyébként. Kicsit, ha rátérünk az aktualitásokra, akkor az érdekelne, hogy ugye a sorozatban is felmerülnek dilemmák, hogy merre menjen tovább a feminista mozgalom, mennyiben kell radikálisnak vagy forradalminak lenni, mennyiben kell rá politikai kompromisszumokat hozni, vagy például mennyiben kell magukhoz ölelni a szexuális kisebbségeknek a képviseletét, ami eredetileg vagy szoros értelembe véve ugye nem a nők helyzetének a javításához kapcsolódik. Ezekből egy csomó dilemma már eldőlni látszik, és az a kérdésem, hogy azok a témák, amiket ma fókuszba állít a feminista mozgalom, az mennyire reflektál önök szerint a nők tömegeinek valós mindennapi problémáira, és miért volt arra szükség, hogy új témákkal, vagy új kisebbségek képviseletével foglalkozzanak, mennyiben függ össze ez a mozgalomnak a esetleges kifulladásával? Mária? Szerintem miután mindent megnyertek, ami a jogegyenlőséggel kapcsolatos, és a lehetőség mindenki előtt ott van, most az, hogy mi az ideális arányszám, hogy most 50-50 százalékba kell az akadémikusok között nőknek lenni, vagy nem, szerintem ezek lényegtelen kérdések, aki akar, és azt a karriert akar csinálni, és megvannak hozzá a képességei, azoknak lehetőségei is vannak, tehát tud vele élni, ha nem úgy dönt, ha mást is fontosnak tart, akkor meg így döntött. Tehát én szerintem mindent elértek, és emiatt próbál a mozgalom életben maradni, és újabb témákat magához ölelni, aminek nincs köze egyébként a női egyenjogúságnak a kérdéséhez. És ami pedig ezt a legfelsőbb bíróság bíróját illeti, akinek az érdemeit egyáltalán nem akarom kisebbíteni, de hát olyan témákba kellett neki harcolnia még a 80-as években, amiket mi már 1940-es években megoldottunk. Tehát, hogy nem a mi hősünk, ezt akarom csak mondani. Amerikában ő fontos, mert az amerikaiak lemaradtak ebben a dologban, de nekünk nem a hősünk, mert nekünk nem,
nekünk olyan dolgokkal foglalkozott, ami a mi számunkra nem volt probléma. Na most azok a kérdések, amelyek felé elkezdett kinyílni ez a mozgalom, akár ez a MeToo borzalom, akár az összes többi kérdés, ami a mai nap minden nap árad felénk a teljes amerikai kulturális mezőből és a politikai kényszer intézkedésekből. Azzal kapcsolatban meg azt szeretném mondani, hogy nagyon sok minden megváltozott. Azzal, hogy a fekete életek is számítanak mozgalom kezdett Amerikában az elmúlt években kibontakozni, és egyre erőteljesebbé vált az antikolonialista, vagyis a gyarmatosító múltnak a feldolgozásával kapcsolatos irányzat, nem csak az amerikai feketék körében, hanem azokon a földrészeken is, amiket felsorolt nagykövet asszony abban a hozzászólásában, amikor azt taglalta, hogy még milyen nőjogi kérdések a világ különböző részein nem rendeződtek, hogy nagyon is az a benyomásom, hogy ez megint egy fehér, ilyen patronáló attitűdből jön ki, hogy majd a fejlett fehér nyugati kultúra megmondja Indiába, Kínába, Indonéziába, Afrikába, Dél-Amerikába, hogy az ottani nőknek mire van szükségük, hogy kell nekik csinálni, és mikor számítanak fejletteknek. Tehát én szerintem a 21. század nem ebbe az irányba fog menni, és ez nem lesz jó pálya szerintem. Meg kell várni, hogy ők mit szeretnének, ők hogy képzelik el a saját életüket, és ők milyen irányba akarnak mondjuk ebbe a kérdésbe is menni, ahogy a többi kérdésbe is. Akkor az elhangzottakra kérnék még reakciót nagykövet asszonytól, meg professzor asszonytól, igen, azt hiszem mind a kettő. Igen, muszáj megszólalnom, mert én a MeToo-t egyáltalán nem tartom egy borzalmas, erről majd csináljunk egy külön műsort, jó? Ugyanis a lényeg az a MeToo-ban, hogy azóta felelősségre vontak olyan férfiakat, akik visszaéltek a hatalmukkal, szexuálisan bántalmaztak nőket, és ez mindenhol a világban megtörténik. Ha a professzor asszonyokkal ez nem történt meg, akkor önök nagyon szerencsések. De én nagyon sok olyan nőt ismerek Magyarországon, akikkel megtörtént. És Franciaországban, és Angliában, és Amerikában, és így tovább. Tehát itt ez nem egy amerikai mozgalom, valaki ezt kimondta, de igazából azért, mint futótűz terjedt tovább, mert mindenkit meg tudott szólítani, vagy meg tudott érinteni. És hogyha ma legalább annyit elért ez a mozgalom, hogy bátran azt mondják, hogy nincs rendben, hogy valaki visszaél a hatalmával, és ezért szexuális előnyöket akar magának, és erről beszélnek, írnak, filmet csinálnak, férfiakat lecsuknak, vagy nőket, hogyha ők élnek vissza, mert természetesen ez nem függő, ez bárkivel megtörténhet, akkor én ezt nagyon fontosnak tartom. A másik, csak szeretnék reflektálni arra, teljesen egyetértek azzal, hogy meg kell hallgatni, hogy a világ milyen pontján, milyen nők, milyen módon szeretnének tovább lépni. Na de az ember... De meghallgatni? Ki hallgatja? Nem, én az ENSZ-ről beszélek, de bocsánat, nem. Ez már nem így működik. De így működik, mert eljönnek azok az emberek, és elmondják, hogy mi ezt szeretnénk. Ez nem működik. Abszolút elmondják, és sokszor segítséget kérnek. Együttműködést kérnek. Hát miért ne lehetne együttműködni azon földrészek, azon női szervezeteivel vagy kormányaival, amelyek ilyen segítséget kérnek például olyan országoktól, ahol például erre tapasztalás van. Tehát én nem látom... Honnan kérik ezeket a segítségeket? De hát az ENSZ-ben minden ilyen nőjogi találkozó arról szól, hogy mondjuk eljönnek, nem tudom én, Ruandából különböző nőjogi szervezetek képviselői, és elmondják, hogy nekik az a trauma például, amit átéltek, milyen módon él tovább a mai nők mindennapjaiban. És akkor vannak olyan pozitív példák, tapasztalások, tudások, amiket meg lehet velük osztani.
ez nem lenézés, én értem, amiről beszél, tehát az maximálisan elítélem, amikor valaki meg akarja mondani a másiknak, hogy mi a jó és mi a nem jó. De igazából ennek a nagy nemzetközi diskurzusnak az lenne a lényege, hogy ha már van egy jó tapasztalás vagy tudás, akkor azt föl lehet használni. Ezt hívják mondjuk ebben a csúnya slangben capacity buildingnek, hogyha az ember elmegy és valamit már tud, akkor segít annak, aki ezt még nem tudja. És ugyanakkor a másik nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy a kommunikációnak milyen óriási hatalma van. És nagyon sok olyan nővel találkoztam a fejlődő világban, akik nem mertek megszólalni, és hogyha kapnak arra bátorítást, hogy egyáltalán elmondják, hogy mit szeretnének. De az a kategória, az hogy ők fejlődőek. Ez Ez egy lenéző. Nem, de ők saját maguk azt mondják, hogy we are a developing country, ő nem nézi le. De minket is fejlődőnek hívnak. De van, aki bennünket is egyébként fejlődőnek tart, bizonyos bizonyítási ponthoz képest. Legyen például a 21. században, próbáljuk meg a diskurzust és a kommunikációt szemmagasságba helyezni. Ez szerintem már egy jó kezdő lépés lenne. Akkor én, ez az a pont, amikor megadnám a szót Bollobás Enikőnek, hogy reagáljon az eddig elhangzottakra, és akkor utána egy záró kérdés még mindenkihez érkezik. Én azt hiszem, hogy a szexuális bántalmazás ügyeit mindig nyilvánossá kell tenni, és igen, büntetni kell. Akármilyen intézményben követik el őket, a családtól az egyházakig, bárhol. Azok, akik a hatalmukkal visszaélnek, akik hierarchikus kapcsolatban kihasználják az alattuk levő férfiak, fiúk, nők, bárkiknek a kiszolgáltatottságát, azt büntetni kell. A mai gender problémák már nem a liberális feminista 60-as, 70-es évekbeli kultúrából nőttek ki. Sőt, nagyon sok régi feminista, amikor kiáll amellett, hogy ő például mint Germaine Greer, hogy ő nem tartja nőnek azt, aki valamikor férfi volt, illetve hogy azt, hogy már nem hívhatjuk nőnek a nőt, hanem az a személy, aki menstruál, így kell hívni. Tehát amikor ettől a gondolkodástól elhatárolnak, kiközösítik és megkövezik. Tehát a lényeg az, hogy a 60-as évekbeli feminista, liberális feminista gondolkodás nem a gender kultúrában él tovább. És akkor a záró kérdésem mindenkihez, amire egy rövid választ szeretnék majd kérni, hogy ugye a főigazgatóasszony felvázolta azt az eltérő fejlődési utat, amin a mi régiónk, illetve a nyugati világ végigment 45 után itt a nők helyzetével kapcsolatban. Mit gondolnak, hogy a mai magyar feminista közeg az mennyire veszi figyelembe ezeket a sajátosságokat, tehát amik az itteni országok specifikumai, amik ebből a fejlődési útból fakadnak, illetve mennyire követik inkább a nyugati feminista mozgalom főbb áramlatait vagy fő irányát. És mivel személyesen is érintett volt sokáig, vagy illetve most is nyilvánvalóan Bollobás Enikő a magyar feminista mozgalomban, itt először az ő véleményét kérdezném. Én a rendszerváltásig voltam feminista aktivista, ezt hozzá kell tennem. Szocializmus, az úgynevezett szocializmus alatt a rendszernek az egyik nagy hazugsága az volt, hogy emancipációt hirdetett. Én úgy láttam akkor, hogy a társadalom minden szintjén, minden tekintetben a nők alárendeltek voltak, sokkal kevesebb döntési joguk volt. A mai feminista világ egészen más, és azt nem is, tehát akkor hívjuk gender világnak, ez már egészen más. Amíg nem tudunk arról beszélni, hogy akkor mennyire hátrányos helyzetben voltak a nők, akkor nagyon nehéz a mai problémákkal foglalkozni. Nagykövet asszony? Én itt is azt szeretném mondani, hogy ha Magyarországra gondolok, akkor a legfontosabb a döntésnek a szabadsága.
És ez hatja át véleményem szerint az itteni gondolatokat, meg a lehetőségeket is, hogy egy nő, egy asszony, egy anya eldöntheti, hogy milyen irányban építi az életét, és ehhez megvannak a lehetőségei, vagy nincsenek meg a lehetőségei. Ez a fő kérdés Magyarországon, és itt van egy olyan erős szociális háló, ezt megint bátran mondhatom, mert a nemzetközi porondon ezt képviseltem nagyon régóta, ami világszinten alig található. És ezzel szembe kell nézni a világ más országainak is, hogy lehet így is csinálni, hogy lehet segíteni a nőknek, hogy anyák is legyenek, dolgozzanak is, otthon is maradjanak, tehát hogy ezeket a szerepeket hogyan tudják ötvözni, és hogyan tudnak helytállni. De a legfontosabb a döntésre való szabadság, ez a véleményem. És megint visszatérek arra, hogy mindaz, amiről professzor asszony is beszélt most, megint csak attól függ, hogy ez hol történik. A világ milyen pontján. A nyugati világban, hogy ez Európában, az Amerikai Egyesült Államokban, a Közel-Keleten, Ázsiában. Tehát annyi sokfajta probléma és kérdés van, mert ahol ma még az a kérdés, hogy mehessenek tanulni a nők vagy nem, tehát joguk van ahhoz, hogy rendesen tanuljanak, vagy ahol az a kérdés, hogy eladhatja-e őt az apja vagy az anyja prostitúcióba, vagy pedig korai házasságba. Tehát nagyon sokféle kérdés van ma a világban, ami, hogyha az ember fölébred, akkor egyrészt konstatálja, hogy mi az a mikrokozmosz, mondanám én, zenei nyelven, amiben él, de ugyanakkor ott van a makrokozmosz, ami oda-vissza biztos, hogy hat egymásra. Tehát amikor az a kérdés, hogy Magyarországon mivel foglalkoznak, vagy milyen módon közelítenek ez a témához, akkor bizonyára mindenki először a saját élethelyzete kapcsán kell, hogy ezt értékelje, megélje és beszéljen róla. Ugyanakkor befut hozzá a kérdés, hogy honnan futnak be hozzá a példák, vagy a üzenetek, azok mennyire agresszívak, és hogy erre hogyan fog reagálni. Mert nem biztos, hogy elég agresszívan fut hozzá be például azon nőmozgalmaknak az üzenetei, amelyekről nagyon keveset tudunk, ahol a napi létér, a napi emberi jogokért küzdenek nők és leányok a világ bizonyos pontjain. És akkor főigazgató asszonyt kérném, hogy egyrészt reagáljon Bolla Bársenikőnek az emancipáció végbemenetelével, vagy hogy megtörtént-e ez az emancipáció itthon a szocializmus időszaka alatt, illetve néhány záró gondolatot akkor. Hát én szerintem megtörtént az emancipáció, tehát jogegyenlőség volt, minden lehetőség ki volt nyitva már a 40-es évek végétől Magyarországon, a tanulásban, a munkavállalásban, mindenhol. Hogy ez extra terheket rótt a nőkre, az igaz, hiszen kellett nekik a második műszakba is helytállni, meg a munkavilágába is helyt kellett állni. És az is igaz, hogy a döntés abban az értelemben, amire a Katalin utal, nem volt meg, mert ez nem szabad választás volt, tehát ez kényszer volt. Kényszer volt, hogy mindenkinek a munkavilágába is részt kell venni a családja mellett. Aztán ez az évtizedek folyamán mindig módosult, és az állam próbált a gyerekvállalás és a háztartásnak a kötelező irányításában segítő intézkedéseket hozni egy csomó szociális létesítménnyel, amire szintén utalt akár a bölcsödével, az óvodával, az iskolai napközis otthonnal, az üzemi konyhával, a patyolattal, azzal, hogy a fodrász és a kozmetikusnak az ára dotálva volt, és így tovább. Tehát valahogy érzékelték azt, hogy extra terhek hárulnak a nőkre azzal, hogy a háztartásban is, a családban is, anyaként is, feleségként és a munkahelyen is teljes értékű teljesítményt kellett a nőknek nyújtani. De azért nem értek egyet az Enikővel,
mert soha nem egy ideál típushoz, egy ideális helyzethez, egy utópikus helyzethez kell mérni a dolgokat. Igen, a nőkre nagyon nagy teher hárult, de a férfiakra is nagy teher hárult. Majdnem mindegyik 2-3 műszakba kellett, hogy dolgozzon, mert a 70-es évektől a fogyasztás iránti igény elég erőteljesen jelentkezett, és ahhoz, hogy ezeknek meg lehessen felelni, ahhoz bizony elő kellett teremteni a pénzt részben a feleség munkájával, és a férjnek az önkizsákmányolásával. Tehát, és hogy nem hogy a feministák nem nyilvánulhattak meg, az a se tudok mit kezdeni, hát egy totális diktatúra volt, senki se nyilvánulhatott meg a párton kívül, meg a pártállam képviselőin kívül. De minden esetre azt gondolom, hogy egy csomó dolgot, ha kényszerrel is, ha rossz körülmények között is, ha nagyon nehezen is, de az egyenlőségből kitanultunk, és a mostani generációk számára ez teljesen magától érthetődő már. Tehát a mostani generációk beleszülettek abba, hogy ugyanolyan jogaik, ugyanolyan lehetőségeik vannak, és hogy ez a dolog rajtuk múlik. Én azt gondolom, hogy ez nagy dolog, erre büszkének lehet lenni, ezért a szüleink meg a nagyszüleink elég nagy árat fizettek, és mi pedig már ennek a gyümölcseit élvezzük. És ma igazán nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon van olyan nő, aki szeretne, tudna, de a körülmények miatt nem teheti meg. Ha így van, akkor az a szociális helyzetből adódik, és a szociális helyzetben pedig a szociális helyzetre vonatkozó intézkedéseket kell hozni, de ezek nem speciálisan nő vagy férfi jellegűek ezek az intézkedések. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően egy eltérő fejlődési modell van Amerikában, ez a film nagyon jól mutatja, Nyugat-Európában is, a szocializmusban is, és ez 45-től egymástól eltérő irányba vitte el ezeket a dolgokat. Tehát nekünk nincs mit tanulnunk az amerikai nőmozgalomból, viszont nekik nagyon sok van a miénkből. Csak hát ezt szemmagasság hiány miatt soha nem fogják belátni. Azt hiszem, hogy még órákig azért tudnánk... Azért ünnepelnek bennünket. Igen. Én számtalanszor megértem. Nagyon-nagyon azt mondták, hogy milyen jó nektek. De ez komoly. Tehát nagyon, akkor visszavonom. De nagyon, igen, nagyon sok olyan vívmányunk van, amit igenis ünnepelnek. És azt mondják, hogy jó lenne, hogy voltak olyan üléseim, amikor a végén azt mondták, hogy ők mind szeretnének most Magyarországra költözni. Na hát még ezt folytathatnánk, azt hiszem nagyon sok kibeszéletlen téma maradt. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is a Félmúlt következő adásán.